ez nem feltétlenül a városhoz egy kis feladata. Mi mondhatjuk azt, hogy nekünk ez vagy az jobban tetszik, hogy ennek vagy annak a színháznak a teljesítményét színvonalasabbnak ítéljük, de nekünk ilyet nem illik kimondani. Ez nem a mi kompetenciánk, hiszen nem vagyunk szakemberek. Alapvetően a színházakkal való konzultáció, a jegy árbevételek alakulása az, ami itt a döntő szót mondja ki, hiszen a színházak látogatottsága az némiképpen visszatükrözi a közízlés ítéletét, a közvélemény ítéletét, és alapvetően ebből tudunk kiindulni. A másik pedig az, hogy nekünk a saját színházainkért egyetemlegesen küzdeni kellett és kell, ugye ezért mondom, hogy 11 színház van a főváros kompetenciájában. Tudják, kaptam én olyan kérdést, hogy és mi lesz az alternatív színházakkal? Hát az első válasz erre az, és mindjárt befejezem a konkrét válaszolást is, az első válasz erre az, hogy a főpolgármester és a városvezetés feladatát, kötelességeit egy törvény határozza meg. Egy törvény. A mi kötelességünk a saját intézményeinkről gondoskodni, és azt egy picit érdekesnek tartottam, hogy az alternatív színházak hosszú éven keresztül soha semmiről nem kérdeztek meg bennünket. Soha semmiről. Sőt, ha nagy néha megszólaltunk, akkor olyan kritikai visszajelzés érkezett, hogy mi közünk hozzá, meg miért akarunk beleszólni az ő dolgukba. Közvetlenül most sem kértek segítséget, de szeretném hangsúlyozni, mert kicsit áthallásos volt az én kérdése, hogy az alternatív színházakról való gondoskodás az nem a fővárosi önkormányzat feladata, pláne nem kötelező feladata. Viszont a saját színházainknál arra is ügyeltünk, ez volt a másik szempont, éppen arra tekintettel, hogy nem akartuk magunknak azt a jogot vindikálni, hogy most a főpolgármester vagy a humán helyettese föláll a pulpitusra és kimondja, hogy ez a színház ilyen jó, az olyan jó, ez az irányvonal nekünk tetszik, az nem tetszik, tehát ilyen fajta minősítési szempont ez a mi szempontrendszerünkben nem játszhatott szerepet, mert akkor szereptévesztésbe estünk volna. Arról, hogy melyik színházban lépnek fel külföldi művészek, vagy művészvendégek, vagy vendégművészek, melyik a helyes sorrend? Ebben sem szólunk bele. A pénzek elosztásánál ez nem játszhatott szerepet. Engedje még egyszer hangsúlyoznom. A jegyárbevételek nem kizárólagosan, de azért viszonylag megbízhatóan tükrözik a közvélemény megítélését, és számunkra ez a legmeghatározó. Másból nem igen tudunk kiindulni. Most képzelj el, ha én a saját szubjektív ízlésemnek megfelelően kiállnék, és elkezdeném befolyásolni a közvéleményt, hogy szerintem a híd jobb ennél vagy annál, vagy a madács jobb ennél vagy annál, nem is ugyanaz a műfaj, ugye az egyik egy musicaleket előadó színház, a másik az egy másfajta műfajnak a, nem akartam a jelzőt, ha majdnem mondtam valamit, de nem akartam a jelzőt, aztán ez félreérthető. Nekem egyébként személy szerint a madácsot, ugye ragyogó igazgató Szirtes Tamás, csak a legjobb és a legszebb jelzőket lehet alkalmazni, de én a madácsot még prózai színháznak ismertem meg, még klasszikusokat láttam ott, tehát nekem egy kicsit furcsa, hogy musical színház, de ez abból a művészi teljesítményből és amit a sikerből, amit a Szirtes Tamás elér, semmit nem mond le. Nem véletlenül hallotta a számoknál, hogy mekkora támogatásban részesül a madás, hiszen az ő nézettségük, az ő jegyárbevételük, ami a nézettségnek a szinonimája szinte, ezt támasztotta alá. Köszönöm.